Tisztelettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Kiút több szem közt ma esti adásában. Köszöntöm vendégemet, Kis Dávidot, történészt a Veritas Intézettől. Jó estét kívánok! Illetve Horváth Attila jogtörténészt. Jó estét kívánok! Témánk egy nagyon furcsa szervezet, amely 1956 után, egészen pontosan 57 megalakulásától kezdve behálózta az egész országot. 89-ben megszűnt ugyan, de én időnként úgy érzem, hogy az eszmeisége tovább él. Aztán lehet, hogy persze ebben nincs igazam, de egy nagyon furcsa szervezetről van szó, amit úgy hívtak, hogy munkásőrség. Most kérem tisztelettel, a mai, illetve a jövő heti adásban is erről fogunk beszélgetni, hiszen olyan sok minden történt ebbe a munkásőrségbe, meg ahogy bekerültek az emberek, ahogy felvételt nyertek, hogy tulajdonképpen egy egész hónapot, ha minden nap erről beszélgetnénk, az is kevés lenne. Hát minden esetre most mi két műsorban fogunk erről beszélgetni. Annak kapcsán, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottság megjelentetett egy anyagot, illetve, hogy Kis Dávid és egy kollégája, akinek majd a végén mondom csak a nevét, csináltak egy filmet is erről az egészről, ami nagyon érdekes lesz, elmondható, hogy néhány munkásőr is megszólal, akiket szerettünk volna ugyan az adásba meghívni, de áttételesen üzentek, hogy nem kívánnak részt venni. Nos, akkor kezdjük is. Hogyan alakult ez a munkásőrség? És miért? Hát ugye az 1956-os forradalom leverését követően alakítják meg 1957. január 29-én egy ideiglenes intézőbizottsági határozattal, ugye ez az MSZMP ideiglenes intézőbizottsága, gyakorlatilag ebben az időszakban ott dőlnek el a legfontosabb kérdések az ország sorsával kapcsolatban. Lényeges a munkásőrséggel kapcsolatban kiemelni azt, hogy már voltak tulajdonképpen előzményei, ilyen volt a szociáldemokrata párt rendezőgárdája a két világháború között, illetve ugye akkor magyarországi szociáldemokrata párt, majd ugye a második világháborút követően szociáldemokrata párt, majd ugye a magyar kommunista párt is szervezett egy ilyen rendezőgárdát, aminek aztán 1946-ban az a Halas Lajos lett a parancsnoka, aki a későbbiekben a munkásőrségnek is az első parancsnoka volt. Aztán a két gárda nagyon lényeges, hogy összeolvad, vagy hát inkább helyesebb azt mondani, hogy az MKP gárdája bekebelezi az SZDP gárdáját 1948-ban, ugye amikor ez a párt egyesítés, erőszakos egyesítés is történik az MKP részéről, és létrejön tulajdonképpen a Magyar Dolgozók pártja. Na most ez a rendező gárda lesz az, ami mintául szolgál majd a forradalmat követően. Lényeges kiemelni azt is, hogy közvetlen a forradalom után ugye a legelső fegyveres erő a karhatalom az, amire a Kádárnak a báb kormánya támaszkodik, és a karhatalom mellett, illetve a rendőrség mellett már akkor ilyen rendező gárda néven spontán elkezdenek alakulatokat szervezni. Aztán ezt a párt vezető szervei tulajdonképpen jóvá is hagyják. Intézményesített országos keretet ez akkor ölt, amikor ugye január 29-én megszületik ez az ideiglenes intézőbizottsági határozat, amely a munkásőrségnek megszervezését szabályozza. Ezt követően jogszabályokban is lefektetik a testületnek a létét. Attila, visszatérve egy picit, egy mondat erejéig az AVH-ra, AVO-ra, vagy AVO-ra, AVH-ra. Ugye úgy hívták, hogy pártökle. A munkásőrség mennyire volt a pártökle, hiszen Kádár, illetve a kormánya, de legfőképpen Kádár, ha ki lehet ezt mondani, valójában a munkásőrségben bízott. Igen, hát kétségtelen, hogy nagyon sok volt AVO-s is, aztán a munkásőrség tagja lesz, de hát azért a funkciója más volt a
munkásőrségnek, és más volt az AVU-nak, utána AVH-nak, és utána aztán pedig a különböző politikai rendőrségi szervezeteknek. Tehát ők a háttérből kevésbé direkt módon vitték a terrorakciókat és hát a különböző nyomozásokat, ugye a politikai rendőrségnek a tagjai. A munkásőrség az inkább a korszaknak ez a militarista szemléletéből eredt. Tehát ugye, hogy a szocialista országok azok, mint minden egyéb diktatúra, nagyon nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy a lakosságnak minél nagyobb része militarista módon is szerveződjön, mozgósítható legyen, és ezáltal kötődjön is hierarchikusan a rendszerhez. És ebbe kapcsolódott bele a munkásőrség is, amely révén egy olyan pretoriánus gárdát tudtak kialakítani Kádárék, a kb. 60 ezer fős tagságukkal, amelyik egyrészt ugye a legmegbízhatóbb elemekből állt, másrészt pedig ők maguk is a rendszernek úgy érezték, hogy a privilegizáltjai közé kerültek. És hogyha azért bezorozzuk őket családdal együtt, az azt jelenti, hogy az a rendszer, amelyik 56-ban ugye azt tapasztalta, hogy szinte senki nem támogatja őket, az most hirtelen egy olyan negyedmilliós megbízható háttérre támaszkodhatott ezután. Hogy létezhetett ez? Hogy ilyen hirtelen lipszropsz, hiszen 1956-ban pillanatok alatt, hát mondjuk úgy, hogy szétfutott az AVH, AVO, kinek hogy tetszik jobban. Tehát ott állunk, leverve ugyan a forradalom, de hirtelen, amint Attila elmondott, ugye hirtelen mégis visszaerősödnek. Hogy létezik ez? Hát ugye 1957-ben egy 30 ezer fős létszámot tűznek ki, hogy ennyit kell megszervezni. Nyára össze is szedik a 30 ezer fős létszámot, aztán ezt 58-ra 40 ezer főre emelik, és utána gyakorlatilag ez a 60-as évekig folyamatos lineáris emelkedést mutat. Na most ugye mi történik 56 után a társadalomban, a társadalmi lektanában, ugye ez mindig vitákra ad okot. Lényeges az ugye, hogy ezzel kapcsolatban azt szokták mondani, hogy a diktatúrák törekszenek arra, hogy Stockholm-szindrómát alakítsanak ki egy társadalomban. Tulajdonképpen, ha végig gondoljuk, a magyar társadalomnál is ez történik a forradalmat követően. Nem azt mondom, hogy mindenkinél, de a társadalom egy jelentős részénél ez a Stockholm-szindrómához nagyon hasonló állapot alakul ki. Egyébként, hogyha ezt tovább akarjuk vinni, ez bizony a mai napig is például megmutatkozik abban, hogy ugye Kádára sokan a mai napig ugye egy nagy formátumú egyéniségre tekintenek, egy teljesen pozitív figuraként tekintenek rá. Tehát én igazából abban látom ezt, ugye, hogy ugye a forradalom alatt a Magyarország, ugye a magyar népesség megpróbált mindent, hogy ugye egy teljesen új rendszert alakítson ki, egy harmadik utas rendszert, és ugye ezt erőszakkal nagyon brutális módon a szovjetek, illetve Kádárék leverték. És hát ez gyakorlatilag egy ilyen túlélési mechanizmust váltott ki, hogy sokan valamilyen módon próbáltak idomulni a hatalomhoz. És itt is ez figyelhető. Dávid vagy Attila, amelyikőtök akarja, a Stockholm-szindrómát azért magyarázzuk el a tisztelt nézőknek. A Stockholm-szindróma onnan ered, hogy túszokat ejtettek, és a hosszú ideig tartó túsztárgyalás közben a túszok és a túsz ejtők között egy érzelmi kapcsolat alakult ki, ami egy nagyon furcsa pszichológiai eset, és hát ezzel szoktuk magyarázni azt is, hogy itt tulajdonképpen a magyar lakosság a diktatúrának a túsza, de mégis az elnyomott emberekben kialakul egy ilyenfajta alkalmazkodás és egy ilyenfajta érzelmi kapcsolat az elnyomóival szemben. És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy tulajdonképpen I. és Gyula fogalmazza meg legjobban a zsarnokságról szóló versében, hogy itt mindenki szem a láncban. És én ezt a berendezkedést, amit a Kádárék létrehoztak, ezt igazából a hűbéri rendszerhez tudnám leginkább hasonlítani. Tehát kialakítottak egy hűbéri láncot, ugye a legmagasabb szinten ugye a nomenklatúra, amely alatt ott vannak a kliensek, a klient és a klienseknek is a kliensei, és jutunk el egy viszonylag széles réteghez, akik mindig részesedtek szintén ilyen feudális jellegű módon az ottani juttatásokból, privilégiumokból és lehetőségekből. Most aki hajlandó volt a munkásőrségbe például belépni, az egyrészt kapott egy hatalmat, a hierarchiában magasabb helyre került. Voltak köztük annak, akik például azért mentek oda, mert nagyon szerették, hogy fegyvert kapnak a kezükbe. És mások felett
kiélhették a hatalmi ösztönüket. Nagyon sokan kisebb rendűségi érzésből így próbáltak bizonyítani. Olyanok, akik egyébként soha nem tudtak volna fejbe emelkedni a társadalmi hierarchiában, mert nem volt hozzá tehetségük, szorgalmuk, azok most a munkásőrség révén fölébe kerekedhettek a többi ember fölé, és az az érzés, hogy ez az egyszerű, nem túl művelt, pszichésen gátlásos és frusztrált ember kimehet az utcára, és mint egy rendőr igazoltathat, és a hatalmat képviselheti. És ott van a kezébe a, hát így van, és nagyon sokan gondolom, akik abban az időszakban éltek, hogy a munkásőrök is nem meglepő módon rendészeti jogosítványokat kaptak. Tehát igazoltathattak, fegyvert használhattak, ugyanúgy majdnem, mint a rendőrök, ugyanazokat a jogosultságokat megkaphatták, sőt, még a civilben is használhatták a fegyvereket hasonlóképpen a civil rendőrök. Otthon 63-ig, igen. 63-ig náluk. Aztán folyamatosan ugye bevonják. Itt azért lényeges megemlíteni azért azt is, hogy mondjuk más volt munkásőrnek lenni mondjuk 63 előtt, meg más volt mondjuk utána. Tehát utána már azért egy ilyen vegyesebb összetétele alakul ki a testületnek. Sokan valóban azért lépnek be, mert fanatikusok. Van egy olyan rész, aki azért lép be, mert mondjuk a zárvíz védelemben akar segíteni. Ezt mondjuk utóbbit az is bizonyítja, hogy például ugye több emberrel csináltam interjút, és ugye ők azt mondják, hogy sokan, ugye, akik régebben munkásőrök voltak, azok most a polgárőrök lettek utána, pont azért, mert ugye ott volt nyilván egy réteg, aki ilyen esetben még segíteni akar. Tehát egy jelentős réteg volt az még 89-ben is, aki valóban fanatikusan a rendszer híve volt. Egy furcsa dolgot itt most közben fölírtam magamnak, mégpedig azt, egy nagyon érdekes kérdés, de előtte tisztázunk egy dolgot, minek a mintájára jött létre a munkásőrség? Hiszen kellett, hogy legyen egy minta. Igen, hát ugye az egyik minta az ugye a magyar vonal volt, ugye az MSZDP, SZDP, majd a MKP, MDP-nek a rendező gárdája. Lényeges, hogy voltak ugye nemzetközi minták is, már a 30-as években ugye Ausztriában ugye a Schutzbund, vagy ugye Németországban is megvoltak ezek a kommunista, szociáldemokrata ilyen alakulatok, vagy... Hát megfelelő egyenruhával. Hát mondjuk ki, hogy ez áll meg az SS is tulajdonképpen. A szélső jobb oldalon, igen. Tehát ugyanígy, tehát Németországban, amikor vége volt a háborúnak, nagyon sokan megmaradtak egyenruhába, nagyon sokan továbbba is fegyveres testületként akartak fellépni, és akkoriban minden pártnak, tehát nem csak a kommunista pártnak, a szocialista pártnak, hanem a náci pártnak is megvolt a maga félhivatalos katonai szervezete, amelyek például rendszeresen az utcán összecsaptak, verekedések, gyilkosságok voltak közöttük, erről mindegyik a saját pársajtó, a saját szájóízem szerint beszámolt. Ez egy picit működik Magyarországon is, hogy amikor a tiszti különítmények próbálkoznak ugye a rendcsinálással, a tanácsköztársaság leverése után, és utána marad meg, amit a Dávid mondott, hogy ez a Stromfeld Aurél vezette Ergárda, a rendezőgárda a szociáldemokratáknak. Ugye a Stromfeldet ugye eltávolítják a hadseregből, és akkor a szociáldemokraták alkalmazzák. Tehát ez volt a vonal, és hát a Szovjetunióban és az összes többi szocialista országban lévő hasonló alakulatok, hiszen itt azért azt hozzá kell tenni, hogy egy szovjet ösztönzés is volt, ugye többek között Mikoyan is javasolja, hogy a magyaroknak, hogy egy ilyen gárdát állítsanak föl. Aztán ne haragudj, hogy megszakítalak, de tulajdonképpen a cseh mintára. A Lidová milícia, igen. Tehát a milícia mintájára alakul, sőt, én tovább megyek, az első munkásőr sapka, nem tudom mennyire emlékeztek rá, én emlékszem rá, az ilyen egészen puha volt, tehát nem ez a merevített. A baszk sapka volt. Hanem nem, az a kínai mintára, a Mao Tse-tungéknak volt ez a sapkája, illetve a Chu Enlai-nak egészen pontosan ez a sapka, amiben ilyen nappal még abban is aludhattak. Aztán van még egy nagyon érdekes dolog, ugye 1956 után jön 57, és a politika ugye vesz egy fordulatot, hiszen aki addig ellenség volt, hát abból ki tudja, kiket beszerveztek ide-oda, amoda, de a lényeg az, hogy sokan voltak olyanok, akik
betagozottak a munkásőrségbe. Nekem volt, ma már az illető nem él, de volt olyan ismerősöm, például, aki orvos volt. És belépett a munkásőrségbe, mert 1956 után úgy érezte, hogy az úgynevezett néphatalmat, így ezáltal egyben a saját családját is védenie kell, mert hát, ha megint valami történni fog, amit hát ugye nem tudhatunk, hogy mi volt a levegőben, hát, ha valami történni fog, és egyszerűen belépett. Aztán, ami még nagyon érdekes, és kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekre, a Malév, ami egy nagyon-nagyon erős, hát sajnos ma már nincs, de egy nagyon-nagyon erős vállalat, ugye a Magyar Légiközlekedési Vállalat volt, ott egy komoly munkásos szakasz volt. Munkásőr értekezleteket tartottak például. Hát, hogy mi lett velük, nem tudom, de lehet látni egyébként erről egy kis filmet is, ahogy a Malévnál értekezletet tartanak a munkásőrök. De a nagyobb gyárakban is egytől egyig voltak munkásőr szakaszok. Hát sőt, zászlóljuk, hogy a Csepelen volt az egyik legnagyobb, ugye Csepel onnan kerül, hát ugye akkor nem volt még munkásőr, de ugye Borbély Sándor is ugye a Csepeli párbizottságból kerül ki ugye országos szintre, aztán ugye 80-ban ő lesz a munkásőrségnek az országos. Utolsó országos parancsnoka. Ugye ez minden onnan vezethető vissza, amiről már volt szó korábban is, hogy a diktatúrák ezek militarizált társadalmat akartak, a militarizmusnak a fegyelmezettségét, hatékonyságát akarták alkalmazni, és tulajdonképpen a munkásokra is úgy tekintettek, mint munkás hadseregre, akiknek ugyanúgy fegyelmezetten katonaként kell helytállniuk a munkafrontján, de nem csak a munkafrontján, hanem a társadalmi tevékenységben és a közéletben is ugyanúgy helyt kéne állniuk, és ezeknek lett volna elvileg az elit egysége. És most minél inkább nagyméretű egy gyár, annál jobban megszervezhető és annál nagyobb funkcióval rendelkezik egy ilyen fegyveres testület, és minél inkább nemzetbiztonsági kockázat van, vagy pedig ilyen jelentősége van egy üzemnek, annál inkább szükség van ilyenfajta fegyveres testületre. Hát azt nem kell magyarázni, hogy egy Malévnél ez miért volt nagyon fontos, és ugyanígy a többi szervezetnél is, ahol ezek előfordultak. És hát ezért volt ezeknél kiemelten jelentős a munkásőrségnek a szerepe. Igen, meg adott esetben például tehát kidolgozták a háborús feladataikat is. Igen. És ott adott esetben mondjuk az üzemnek a védelme is, tehát objektum, meg voltak határozva, hogy háborús időszakban, ugye amikor a népköztársaság elnöki tanácsa kihirdeti a háborús időszakot, akkor mondjuk kinek milyen objektumot kell elfoglalni, tehát ez gyakorlatilag munkásőr zászlóaljakig, szakaszokig, rajokig le volt persze, bontva. Persze azért arra ne feledkezzünk meg, hogy igazából ez, itt a háborús veszély valójában azért nem nagyon volt, mert sajnos Magyarország nem volt annyira fontos, hogy mondjuk az amerikaiak itt partra szálljanak és elfoglaljanak, hanem itt ezek a úgymond háborús készülődések, ezek mindig egy olyan hasonló helyzetnek a megelőzésére, vagy annak a elrettentésére szolgáltak, mint az 56-os forradalom volt. Igen, hát misztifikáltuk tulajdonképpen saját magunknak a helyzetet. De visszatérve még, mennyire érzitek azt, hogy van egy jogossága annak, és azért én szeretek másoknak a fejével is egy picit gondolkozni, bár ez nagyon nehéz dolog, meg nem biztos, hogy helyes, hogy valóban, aki belépett, mert azt mondta, hogy ő 1956-ban úgy érezte, mondjuk egy ávos volt. Ő úgy érezte, hogy jaj, de jó, hogy sikerült megúsznia, és esetleg el akarják majd vinni, és le akarják lőni, és lehet, hogy az ávos zenekarnak a tagja volt, vagy az ávó kórusának a tagja volt. Nekem van ilyen, volt, nem tudom, hogy mi lehet vele, volt egy ilyen ismerősöm is, aki például az ávó kórusába énekelt. Tehát ő azt mondta, hogy neki ez egy természetes dolog volt, hogy ő igenis letette a voksát az új hatalom mellé, ami tulajdonképpen mondhatjuk, hogy régi hatalom volt, hiszen 56 előtt is ugyanez a hatalom volt, tehát én nem szeretem, amikor megszépítjük az 56 előtti időszakot úgy, hogy azért, mert jött egy kormány, kérem tisztelettel, annak a kormánynak a tagjai kivétel nélkül, talán azt hiszem egy vagy két kivétellel mindenki pártag volt, tehát szeretünk csinálni olyan elméleteket, amit nem kéne. Mi a véleményetek erről? És a nagyon lényeges kérdés, hiszen fogy az idő.
mennyien lehetnek vajon hadrafoghatók azok közül? Hát ez a rendszerben is egy nagyon lényeges kérdés volt, hogy ugye, be se kellett fejeznem a mondatot, mert már tudtad, hogy miről van szó. Ugye nagyon sok idős ember volt a munkásőrségben a kezdetektől fogva. Ugye nekik találják ki 1959-ben a könnyített szolgálatot, majd ugye 63-tól tartalékállományt szerveznek belőlük, de amik akkor statisztikák készülnek, azok azt mutatják, hogy valóban a munkásőrségnek volt egy olyan része, akivel adott esetben nem lehetett volna semmit kezdeni, mert annyira idős vagy annyira beteg volt. Tehát, hogy volt egy ilyen rész. Most az, hogy az akkori statisztikának megvannak a pontos adataid, hogy mennyire szépítették meg a számokat, azt ugye ma már nem tudjuk. Igen, hát erről két dolgot jutott eszembe. Egyrészt a Csable Csacsi című film, amiben ugye a munkásőrök gyakorlatoznak még ott továbbra is a föld alatt, és ebből már ilyen kabarét akarnak csinálni, és ott is ott volt az egyik, aki ugye nem bírta már teljesíteni a normát, és ott leteremti őt a vezetőjük. A másik azért az, hogy azért ez egy komolyabb dolog is volt, mert 89-ben nagyon nagy veszélye volt, és ezzel érdemes is lenne egyszer majd foglalkozni, hogy munkásőrök között jó néhányan voltak úgy, akik úgy gondolták, hogy ezt le kéne állítani, ezt a rendszerváltozást, és keményen zsírozták a fegyvert. Előd le a poént, de azt mondjátok meg, hogy valójában el tudjátok képzelni azt, hogyha ne adj Isten, bármi történt volna, vagy amit te most említesz. Ugye a 89-es időszakot, amikor Grósz Károly még az utolsó pillanatban is elmegy, meglátogatja a munkásőröket, hogy hadrafoghatók lettek volna ezek a munkásőrök, illetve mennyire vannak bent jelen pillanatban, hát igaz, hogy már ez idősebb korosztály, mennyire vannak beékelődve, akkor úgy mondanám, államigazgatás, még mondhatom azt is, hogy kormány környéke, egyebek a munkásőrök. Hát ezt a beékelődést ezt nagyon nehéz lenne így megmondani, inkább az előző kérdésre reflektálnék. Hogy mennyire, tehát ez mindig egy probléma egy diktatúrának, hogy a saját népe ellen egy fegyveres erőt mennyire tud bevetni. Itt ugye egy dologra támaszkodhatunk, 1968-ban a csehszlovák lidová milíciát dubcsekkék ellen nem tudták bevetni, utána nagy részüket szét is zavarták. Hát gyerekek, mit tudok mondani nektek, mint azt, hogy elnézést, hogy gyerekeket mondok, de hogy ez egy furcsa világ volt, és remélem, hogy egyszer minden adat földolgozódik, minden esetre megköszönhetjük azt a munkát, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság végzett többek között a munkásőrségben, illetve köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten veled, illetve Pap Dániellel folytatjuk. Zsolt. Pap Zsolttal, bocsánat, folytatjuk. És talán lesz egy-egy ilyen kisebb bejátszó is majd a munkásőrségről. Önöknek, tisztelt nézők, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, jövő héten folytatás, minden jót kívánok addig is.